Nem is olyan régen, még tavaly ősszel, ugye például arról számoltunk be innen a Visegrádi hegységből, hogy elkezdődött a szarvasbőgés, ugye a párzási időszak, és hogy akkor mit lehet, akár ha nagyon szerencsések vagyunk látni vagy hallani az erdőben. Most pedig arról a jelenségről fogunk beszélgetni, hogy mi történik ezután, és például a szarvasok uh, hogyan és miként hullatják el az agancsaikat, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos dolgokat kell tudni, mert hogyha például itt az erdőben találunk egy agancsot, az nem azt jelenti, hogy ha megtetszik nekünk, hazavihetjük. Ez abszolút így van, hát hogyha kirándulóként most ugye remek idő van, és valaki elindult túrázni, akkor még az is előfordulhat, hogy akár egy kijelölt úróútvonal mentén találkozik hogy a szarvasoknak a nyomaival, méghozzá egy hullott agancs képében. Az azonban tudni kell, hogy bármennyire is jól néz ki, bármennyire is lehetne ez a lakásnak a dísze, ezt az agancsot ott kell hagyni. Ennek kétféle oka is van. Kezdjük talán inkább a szárazabbal, a jognak a történetével, hiszen ezt a lehullott agancsot, ezt a törvények, ezt a vadgazdálkodó tulajdonának tekintik, őt illeti meg. Nyilván ennek van egy mai indoka is, hiszen számunkra ezekből rengeteg információ kiderül. Ugye a hullott agancsok számából tudunk következtetni, ugye a szarvas populációra hány egyet található pek például itt a területen. Tudunk következtetni arra is, hogy betege az állat, milyen agancsot tudott fejleszteni az elmúlt időszakban és hát természetesen ha minőség is fontos, hogy milyen minőségű maga ez az agancs. Ugyanis is itt beszélgettünk, hát nyilván nem vagyok szakember, ezért is kérdeztem azt, hogy ugye ez egy törvényszerű dolog, tehát minden évben a szarvasok ebben az időszakban hullajtják el az agancsaikat, és hát nagyon fontos az ő területi, ez már talán félig kitért erre, hogy területileg is nagyon fontos ez a dolog, hiszen hogyha mi direkt, és ugye most már tudjuk, hogy törvénytelenül elkezdjük fölkutatni ezeket, akkor megzavarjuk visszavarjuk az állatokat elég komolyan. Így van, most itt nem az átlag emberekről beszélünk, akik kijönnek hétvégén túrázni, bár őket is arra intjük, hogy lehetőség szerint most tényleg ebben az időszakban szorítkozzanak a jelölt turista ösvényekre, tehát azon keresztül haladjanak. Inkább itt egy olyan társaságról van szó, akik illegálisan gyűjtenek az erdőben agancsot, és sajnos törvénytelen eszközökhöz is folyamodnak ebben az ügyben. Drónnal, kvaddal, kutyával, ö, számos eszközzel űzik és hajtják a vadat, hogy valamibe beleakadjanak, és a menekülés közben leverjék tulajdonképpen az agancsot. Tehát ez nem igazán levetés, hanem ugye leverés. Ilyenkor drótot feszítenek ki, és hát ez azért valljuk be, hogy egy kicsit az állatkínzásnak is a kategóriája, sőt, hiszen hogyha az agancs letörik, és az agancs tővel együtt törik le, amin a következő évi agancs elkezdene tudni fejlődni, az ugye nyílt kapu, hogy a különböző kórokozóknak bejuthatnak baktériumok, mert ennek a következtében az állat el is pusztul. Igen, mert hogyha a rendes módja, és a medre szerint zajlanak a dolgok, tehát minden rendben zajlik, akkor például ez az agancs, amit itt látunk, azon, hogy említette, hogy mennyi információt lehet ebből következtetni is, de hát egy egészséges állat hány kilogrammos agancsot kell, hogy növesszen egy szezon alatt? ez ugye attól függ, hogy mennyi idős állatról beszélünk. Minél idősebb az állat, úgymond annál nagyobb agancsot tud fejleszteni, természetesen ennek is van egy határa. Amit itt a kezemben tartok, ez körülbelül olyan 9-10 éves jószágnak a fején díszelgett egykor, és hát ezzel hódította meg még szeptemberben a teheneket, ilyenkor viszont ezt elhújlajtja. Nagyon szépen köszönjük, tehát most már talán mindenkinek világos, aki ezt a riportot megnézi, hogy maximum megcsodálhatjuk, lefotózhatjuk, de semmiképpen sem vigyük haza, és ne gyújjunk hozzá az agancsokhoz. És hogyha látunk illegálisan elszállított agancsokat, akkor pedig értesítsük az aktai hatóságot.